Veszprém Mártonnak hívnak, és a kutatási területem a késő középkori asztrológia történet. Én 15-16. századi latin nyelvű tudományos kéziratokkal foglalkozom. Részben csillagászati, de főképp asztrológiai kéziratokkal amelyeket ma Bécsben, Münchenben és Krakóban őriznek leginkább. Magyarországon a 15. F. században megforduló asztrológusok, külföldiek voltak, német és lengyel származású személyek voltak. Kettőt nagyon fontos kiemelni. Johannes Region Montanus a híres német csillagász az egyikük, Marcin Bilica, Mátyás udvari asztrologusa a másik. Az ő hagyatéka um, úgy került Krakóba, hogy a halála után a krakkói egyetemre hagytak Könyveit és a, és a csillagászati műszereit, amik így mind a mai napig fennmaradhattak. Miért fontos számunkra az asztrológia egyrészt ö, értékes életrajzi adatokat nyerhetünk, például a horoszkópokból, amiket lehet, hogy más forrásból nem ismerünk. Másrészt az asztrológia történet az egy nagyon érdekes terület, az eszme történet, a filozófia történet, az udvari kultúra pontjában van, és ezekhez a területekhez mind adalékokkal szolgálhat. Pontos hangsúlyozni, hogy a kortársak szemé, szemében az asztrológia nem labona volt, hanem tudománynak tekintették egy új, friss és ígéretes tudományterületnek, ami nagyon sokat vártak, és a hétköznapi életben nagyon sok használták, például különböző események időpontjának a meghatározására. Ebben a korban az udvari asztrológust szinte minden európai udvarban megtaláljuk. Az 1400-as, 1500-as évek az európai asztrológia virágkora, nagyon sok kézirat forrás vár még feltárásra, és biztos, hogy, hogy nagyon sok érdekes eredmény fog még napvilágra kerülni.